Ahogy arra számítani lehetett, a bevándorláspárti erők már is támadni kezdték Trócsányi László biztosi kinevezését. Ahogyan a V4 nemzetközi hírügynökség is megírta, az egyik nagy soros szervezet már az Európai Parlamentet is ősztűz alá vette, hogy ne szavazzák meg Trócsányi Lászlót szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosnak. Trócsányi kinevezése a soros terv útjában áll, ezért támadják őt a bevándorláspárti erők. Pontosan tudják, hogy a neki szánt pozíció és portfólió kulcsfontosságú a migráció szempontjából is. Trócsányi László bővítésért felelős biztosként sokat tehet azért, hogy a nyugat-balkáni országokat stabilizálhatjuk, megerősítsük, és az ottani határvédelmet erősítve megállítsuk a migrációt. A bevándorláspárti erőknek azonban ez nem érdeke, ők azt akarják, hogy a Balkán instabil legyen, a határok nyitva maradhassanak, és a balkáni útvonalon keresztül a migránsok könnyedén eljuthassanak Európa belsejébe. Felháborító, hogy a soros hálózat immár sokadjára ismét bele akar avatkozni az uniós döntéshozatalba. Az pedig egyenesen lehangoló, hogy a magyar ellenzéki pártok is támadják a magyar biztosjelöltet. Gyurcsányékkal az élen, ezúttal is a bevándorláspárti erőket szolgálják, és nem pedig a magyar érdekeket.